Hadd kérdezzem meg, hogy kinek van kérdése. Parancsoljon. Makas Piros Kámségen híradó, akkor, tehát ugye 70, most, ahogy ön mondta, 70 milliárd forintos lyukkal kell számítani. Eddig, ami biztos. Akkor ez azt jelenti, hogy ez a költségvetés, amely ugye az önök adott esetben átmegy, akkor ez, önök ezt teljesen újra fogják tervezni, vagy ezt el is törvék, új költségvetést csinálnak, hogy mi a megoldás, hogy önök ezt hogyan akarják eltüntetni ezt a 70 milliárdos hiányt? Természetesen ezt én többször elmondtam már, hogy ha és amennyiben a Fidesz felhatalmazást kap a választásokon, akkor nyilván egy pontos elszámolást fog készíteni, egy tételes leltár készül arról, hogy mit is veszünk át, mit is örököl az új kormány, és én nekem az a személyes véleményem, hogy hozzá kell nyúlni a költségvetéshez, módosítani kell, hiszen nem csak a mi véleményünk szerint, hanem ahogy mondtam is, független közgazdászok véleménye szerint is, külföldiek, hazaiak szerint, ez a költségvetés nem tartalmaz valós tételeket, ennek tehát a módosítására mindenképpen szükség lesz még ebben az évben. Parancsolja? Szatmonszai Laurától a Hirtelen Revízióból, és próbálom felidézni, hogy a miniszterelnökből pontosan mit mondott, tulajdonképpen hasonló a felelősséget arra vonatkozóan, hogy hogyan mondják meg ezt a helyzetet a következő parlamentre, illetve a következő kormányra állította. Jó, arról is beszélt, hogy kidolgozzák most a részleteket, és megvizsgálják azt, hogy a költségvetés tartalékában, vagy különböző helyzetekben a honnan lehet átcsoportosítani az ügyeket, de alapvetően a döntés a következő parlament. Kérdés az gyakorlatilag ugyanaz, hogy mit szólunk ez a feladathoz, ez a felelősséghez, ami a következő parlamentre. Hát ugye, miniszterelnök úr, még egyszer felidézem, több alkalommal beszélt arról, hogy ha ez kiesik ez a tétel, akkor új adóbevezetésére van szükség, ezeket idéztem. Ma kormányt támogató frakcióvezetőkkel tárgyalt a miniszterelnök úr, és utána is azt mondta, hogy a véleménye szerint az Alkotmánybíróság kimondta, hogy bevezethető az ingatlanadó, csak máshogy. Tehát szerintem itt ez azért részben azt üzeni, hogy ha a Bajnai Gordonon múlik, hogy az MSZP frakción, akkor lehet, hogy megint lesz ingatlanadó. Mi ezért mondjuk azt határozottan, hogy nem lehet bevezetni. Tehát tegyen le a kormány erről a szándékáról. Nyilván most, ha április utánra gondolok, vagy az a kérdés arra vonatkozik, akkor ez annak a része lesz majd ennek a rendezése, ami egy új költségvetésnek az elkészítését jelenti. Hogy ebben milyen tételek, hogyan, hát erre majd nem tudok válaszolni, mert az ismernem kéne a teljes államháztartási pontos bevétel, kiadás tételeket, és azt is nagyjából tudnom kellene, hogy egyébként mi van még a szekrényben. Ma annyit tudok mondani, hogy a Fidesz nem kívánja ezt bevezetni, a kormány felszólítjuk arra, hogy ne vezesse be, álljon ettől a szándékától, és egyébként, hogy majd április után mi történik, az nyilván a választásokon múlik. Van-e még kérdés? Igen, parancsoljanak, urak. Az állami vállalatok veszteségét nem számolva, a Fidesz szerint mennyi lesz a hiány jövőre? Feltételezve azt, amit ön mondott, hogy a Fidesz nem kíván adótermelni után, vagy abban az esetben, ha kormányra kerül, és nem kívánja pótolni ezeket a későbbi bevételeket. Mi elmondtuk több alkalommal az IMF szakértőjének is, de másoknak is, kutatóknak, elemzőknek, hogy amit a Fidesz kalkulál ma tételek, és amit egyébként ezek a független közgazdászok is alátámasztottak a jelentésükbe, az ma körülbelül a bruttó hazai termék 7-7,5%-ára rúg. 7-7,5%-ára. Ebben egyetlen olyan tétel sincs, amely a Fidesz jövőbeli vagy reménybeli kormányzásán múlna. Tehát ebben csak olyan tételek vannak benne, amit a mai tudásunk szerint 2010-ben bevételi kiadási oldalon ismerünk és tudunk. Hogy egyébként majd a reális vagy valós hiány mekkor lesz, erre majd nem tudok válaszolni. A Fidesz kormány mindent meg fog azért tenni, hogy ez a hiány minél kisebb legyen. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az ország iránti bizalom helyreálljon, megerősödjön, az ország finanszírozható legyen, és reményeink szerint olyan üzenet tudjunk küldeni majd a külföldi befektetőknek is, hogy ebben az országban újra olyan kormányzás, felelős kormányzás van, amely kisebb adósságot, kisebb hiányt, fegyelmezettebb fiskális politikát szeretne követni. Tehát ennyit tudok ma mondani, azt tudom megerősíteni, hogy a mai tudásunk szerint ugye már 70 milliárd hiányzik ebből a költségvetésből. A tételek, amelyek nyilván becslésen alakulnak, azok egy 7-7,5% közötti hiányt jeleznek 2010-re.
pontos számot én vagy a Fidesz bármelyik tagja a választások után tud majd egyébként mondani, abban az esetben persze mindig hozzá kell tennem, hogy ha és amennyiben a Fidesz nyeri a választásokat. Tehát én azt gondolom, hogy májusban, a május vége, június elején lehet először tőlem azt pontosan megkérdezni, ha abban a helyzetben leszek, hogy mennyi is lesz erre az évre várható hiány. De még egyszer mondom, aki a 98-2002 közötti Fidesz kormányzást ismeri, az tudja jól, hogy a fegyelmezett pénzügyi politikától, fiskális politikától a Fidesz soha nem szokott eltekinteni, és jövőben sem akar. Parancsoljon! Most ugye azért tartom ezt a sajtótájékoztatót, hogy ne vezessen be új adót a kormány. Erre fel arra biztat engem, hogy én majd vezessek be, eszem ágában sincs, hát bocsánat, de más logikában gondolkozunk. Nyilván a Fidesz a gazdasági növekedésben érdekelt, abban, hogy új munkahelyek teremtődjenek az országban. Mi a gazdasági növekedés pártján állunk, és úgy gondoljuk, hogy a költségvetésnek a problémáit az hosszú távon csak egy stabil gazdasági növekedés tudja megteremteni. Ha nagyon erőszakos és visszakérdez, hogy de azért mégis mit rendeznénk át, hát nyilvánvaló, hogy az az állapot, ami ma az országban a korrupció tekintve kialakult, az nem tartható, tehát szigorú korrupciós lépésekre van szükség, és ennek vannak megtakarításai. Ugye a Transparency International szerint körülbelül 150-200 milliárd takarítható meg évente, csak abból, hogyha szigorúbbak ezek a szabályok. Másrészt pedig hát a bürokrácia, itt azért nem árulunk zsákba macskát, nyilván szeretnénk egy olyan államot, amely a felesleges bürokráciától mentesíti a gazdaságot és a lakosságot is. És emellett én nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy egy szavahihető kormány azt a kockázati felárat, amit ma fizet az ország adósság szolgálatban a hiteltelenség miatt, azt meg tudja spórolni. Tehát lesznek szerintem olyan tételek, amelyek a kiadásokat csökkentik. Van-e még ott hátul valaki? Nem fogadható el, tehát utánam az özönvíz logika az egyik kormánytól sem fogadható el, ettől a kormánytól sem. Mi úgy érezzük, hogy ma ez a kormány inkább valamilyen újabb adóbevétellel próbálja a kieső tételeket pótolni. Mi arra szorítjuk fel a kormányt, hogy ne az embereken próbáljon újra nadrágszíjat húzni, ne az embereken próbálja ezt a pénzt behajtani. Szerintünk ez nem volt járható út korábban sem, most sem az. Van-e még kérdés? Igen, második kört nyitunk akkor. Igen, még kérdésem van, és nyilván ezt reflektál arra, amit nem mondott, hogy ez egy más típusú logika, amit az újabb adókat vezessenek be. De ha jól értem, önök elvileg elutasítják egy az érték alapú ingatlan adóztatást, vagy adóztatást, tehát ez nem fér bele ebbe a logikába. Hát ezt már elmondtam többször, hogy ilyen adó most is van Magyarországon. De tehát üdülő épületekre és telkekre értékalapodót vetnek ki az önkormányzatok. Tehát ami létezik, azt nem tudjuk elutasítani. Tehát ingatlan adóra nincs szükség, ezt tudom határozottan rögzíteni. Ebben a formájában elhibázott, tisztességtelen, nem kellően előkészített és rossz. Az Alkotmánybíróság ezt megerősítette, ezt az álláspontot. Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor további jó munkát kívánok mindenkinek.